mai előadónknak, Sugár Sárának, aki az Abakuszán stúdió pedagógiai vezetője. Kérném, hogy tartsa meg az előadását. Köszönöm szépen, szeretettel üdvözlök mindenkit. A részvevő nevek között sok ismerőst láttam, és sok olyan nevet is, akikkel még nem vagy tudatosan nem volt szerencsém találkozni, de remélem, hogy a jövőben fogunk. Én előre elnézést fogok kérni, hogyha köhögni kezdek, de éppen mászom kifelé egy influenzával, úgyhogy igyekszem végigbeszélni ezt az időt. A webináriumra felajánlott témánk, ez a digitális történetmesélés és szövegfeldolgozás, illetve kommunikációs készségek fejlesztése a robotika segítségével. Ez egy olyan terület, amivel az elmúlt években mi az Abakusza stúdiónál elég sokat foglalkoztunk, és egyre nagyobb kedvencünké vált ez a dolog, hiszen egy olyan területet nyit meg a robotika oktatásban, ami a komplexebb kompetenciafejlesztést és a tantárgyi koncentrációt is segíti. Az előadásomban egy konkrét eszközkészletnek a használatára építek, amit mi a mi gyakorlatunkban használunk, és a partneriskoláink, akik nagy örömünkre egyre többen vannak az országban, is használják, ez az Artec nevű készlet, de természetesen azt gondolom, hogy mindaz, amiről beszélni fogok, ezt más készletekkel is elő lehet adni, lehet, hogy nem ennyire kézenfekvőek a megoldások, mint ennél az eszköznél, de a koncepció az azt gondolom, hogy átvihető más eszközre is. Vettük a bátorságot, és a Codewig-nek a logóhoz tartozó buborékos színes felületét kicseréltük a mi építőkockáinkra, ahol próbáltuk ugye ezt a színvilágot visszahozni, hogy ötvözzük a két látványvilágot. Itt rögtön egy kis bábszínházat szeretnék mutatni ezen a videón, remélem látszik. Itt egy oroszlán ijeszget egy zsiráfot a szavannán. Azért nagyon izgalmas ez a megoldás, mert ezt akár más jeleneteknél is lehet alkalmazni, és egy nagyon-nagyon egyszerű robotikai megoldással lehet itt találkozni. Mielőtt konkrét példákat mutatnék, és konkrét támpontokat próbálnék nyújtani, szeretnék egy kicsit arról beszélni, hogy az Abakusza stúdió megközelítésében mi mindent foglal szerintünk magába a robotika oktatás. Hát természetesen van az a jelentés szintje ennek a tevékenységnek, ami kifejezetten maga a robotika oktatása, tehát a részben a fizikai műszaki ismeretek, a mechanika megismerése, a szerkezeteknek az építése, és ezzel szorosan összekapcsolódva a programozás oktatás, ami így egy azonnali élményszerű visszacsatolást is kap, hiszen a robot az vagy végrehajtja a gyerek elképzeléseit, vagy nem. Ehhez szorosan kapcsolódik a tapasztalatgyűjtés, ami rettenetesen fontos ezen a területen. A 3D világban, a valós világban megszerzett tapasztalatok, a kísérletezésnek a fontossága, a többszöri próbálkozásnak és az eredmény, a hipotézis és az eredmény összevetésének a fontossága, illetve a gondolkodásfejlesztésben és túllépve a programozás tanuláson a mindennapi életben, akár eligazodásban nagyon fontos, ugye a tervezés, megvalósítás és aztán az értékelés és hibakeresés módszertanának
a játékos körülmények között való megismerése. A következő jelentés réteg, ez ami azt gondoljuk nagyon fontos, az kifejezetten az informatikai területre irányuló tehetségfelismerés és gondozás, és az informatikai pályaorientáció. Nagyon komoly új lehetőségeket nyit ez ezen a területen, hiszen olyan gyerekek is megmutatkozhatnak, megcsillanthatják a tehetségüket, akik a szokásos iskolai tanulási formákban nem sikeresek annyira, és nem tudnak kitűnni képességeikkel a többiek közül. A robotika, ha kellőképpen rugalmasan szervezzük a robotika foglalkozásokat, akkor rengeteg lehetőséget nyújt az egyéni fejlődési utaknak a támogatására. Hogyha hagyjuk, hogy a gyerekek a saját elképzeléseiket valósítsák meg, és ezt támogatjuk, ezt szorgalmazzuk, és ezt segítjük, akkor meg tudják találni azt az utat, amin keresztül ők a legsikeresebben tudják ezt a elsajátítandó ismeretanyagot magukhoz venni, illetve mi is meg tudjuk figyelni, hogy a gyereknek mik azok a megközelítések, amik a legjobban testhez állóak. A következő rettentő fontos terület, ezek a szociális kompetenciák, mind az intrapersonális, mind pedig az interpersonális kompetenciáknak a fejlesztési lehetősége. Nem véletlenül van ezen ide helyezve az önreflexió, hiszen ez a tervezés, megvalósítás, értékelés, hibakeresés gyakorlat, ez általánosságban is fejleszti a gyerekek önreflexióját, és megtanulják kritikusan figyelni a saját teljesítményüket, és kritikusan elemezni azt, hogy mennyire sikerült megvalósítaniuk a terveiket. Ez átvihető a robotika oktatáson túlmutató szélesebb területre is. Megfelelő csoportszervezésnél nagyban fejleszt az együttműködés készségét és a konszenzus készséget, de akár az egymástól tanulást, az egymás eredményének értékelését is nagyban támogatja ez. És akkor megérkezve a mai előadásnak a témájához, a zöld cetliken a részben a kognitív készségeknek a fejlesztési lehetőségei látszanak, mint az algoritmikus gondolkodás fejlesztése, ami szorosabban a programozáshoz kapcsolódik, de megjelenik itt a kifejező készségnek a fejlesztése, mert hogy minden feladat megfogalmazása úgy kezdődik, hogy verbálisan szavakba kell öntenünk saját magunknak akár, hogy mit szeretnénk elérni a robottól, és ezt nagyon jól meg lehet figyelni a gyerekeknek az egymás közötti kommunikációjában is, vagy a tanár felé irányuló kommunikációjában, ahogy keresik a legprecízebb megfogalmazást arra, hogy mit várnak a saját robotjuktól, mit akarnak megvalósítani vele. Azt gondolom, hogy a mai számítógéphez kötött életünkben nagyon fontos, hogy a gyerekeknek a manuális készségeit is fejlesztjük, és mindenféle olyan tevékenység, ahol építeniük kell a két kezükkel megfogva valamit, az nagyon komolyan fejleszti ezt. Szintén a térlátásukat is fejleszthetjük. Nem csak az informatikai műszaki területen, hanem ugyanúgy a szövegértelmezés és a szövegalkotás terén is nagyon fontos a kreativitásnak a fejlesztése, amire ez az eszköz készlet, amit be fogok mutatni, ezt
ez rendkívüli módon alkalmas, hiszen a látványvilága már motiválja a gyerekeket. Akkor, amikor a gyerekek csoportban együtt dolgoznak, és meg kell győzniük egymást egy megoldásról, vagy össze kell vetni a megoldási javaslatokat, akkor fejlődik az érvelés technikájuk, és ezzel párhuzamosan, ahogy az előbb is említettem, a konszenzus készségük, hiszen ez egy folyamatos, egymásra figyelő kommunikációt igényel. Hogyha projektben dolgozunk, akkor mindezeket együtt tudjuk nézni, és a végén a produktumot a gyerekeknek be kell tudni mutatni valamilyen formában, hogy ez egy bemutató, vagy összeáll egy történet, ahol mindenki a saját robotját adja ehhez hozzá, az munkaszervezés kérdése, meg projektet kérdése, de mindenképpen a gyerekeknek a prezentációs készségét, technikáit is fejleszti. Miért szeretjük mi ezt az Artek robot készletet, illetve robot és építő készletet? Igazából minden részét nagyon szeretjük. A robotika részét azért szeretjük, mert ez egy Arduino alapú robot készlet, ami nagyon nagy variálhatóságot tesz lehetővé, és nagyon komoly bővíthetőséget, nem csak az Artek által a robotika oktatáshoz előkészített alkatrészekkel, hanem eredeti Arduino alkatrészekkel is lehet bővíteni kellő körültekintéssel. Látszik itt az ábrán, és az építőkészlete 20 féle színben pompázik, tehát a gyerekek olyan világot építenek belőle maguknak és a robotjainknak, ami éppen a fantáziájukban rejlik, és ez csodálatos eredményeket szül, és nagyon fejleszti a kreativitásukat. Nagyon gyorsan lehet építeni, ami nagy előny, hiszen a bármilyen iskolai foglalkozáson, de akár egy iskolán kívüli szakkörön is, véges az idő, amivel rendelkezünk, és hogy ezt ne az építés vigye el, illetve csak olyan mértékben vigye el, amennyire az fontos, ahhoz nagyon fontos, hogy gyorsan lehessen haladni. Ezzel a tényleg egy másfél órás foglalkozás alatt el lehet jutni odáig, hogy megépíti, és már valamilyen tevékenységre bírja a gyerek a robotot. Háromféle programozási felület áll rendelkezésre. A harmadikostól 9-10-esig korosztály számára a Scratch alapú programozási felület a legjobban használható, és itt ez rendelkezik a Scratchnek mindenféle előnyével. Valamint azoknak a gyerekeknek, akik már korábban találkoztak a Scratch-el, azoknak ismerős is ez a felület. Minden érzékelőt, amit a robothoz hozzá tudunk kapcsolni, és 9-10 féle érzékelővel tud dolgozni, azokhoz tartozik egy tesztelő felület, aminek a használatával egyrészt ugye elő tudja készíteni a gyerek a programját, másrészt nagyon sok tapasztalatot szereznek a gyerekek a mérésről, mérési hibáról, hibahatárról, és környezeti hatásokról, és egyéb ilyenekről, tehát ez fizikai szempontból nagyon hasznos tapasztalatot nyújt nekik. Ezt a terméket, ezt a robotkészletet, az Artek nevű céggyártja, ez Japán legnagyobb és 65 évre visszatekintő múltú taneszközgyártó cége, de emellett ők folyamatos kommunikációban vannak a felhasználókkal, és a visszajelzések alapján folyamatosan fejlesztik mind a robotot, mind a programozási felületet, ami azt gondolom, hogy egy nagyon ígéretes dolog. Most a legutolsó nagy fejlesztésük az az volt, hogy összekapcsolták a robotnak a programozását a Scratchnek a grafikus, tehát animáció vagy játék
programozási felületével, és a kettő kommunikálni tud egymással, és ez újabb perspektívákat nyit. Ahhoz, hogy hogyan közelítünk a gyerekekhöz, és mennyiben tudjuk jól fejleszteni anyanyelvi kompetenciáikat, ugye, hogy fokuszáljunk a témára. Azért az is nagyon fontos, hogy hogyan szervezzük a munkát, és én itt két képet tettem be, az egyik a mi szakkörünkön készült, a baloldali, a jobboldali pedig egy japán szakkörön készült, szintén. Azt gondolom, hogy nagyon jól látszik nem csak az, hogy a baloldali képen nagyobb a káosz az asztalon, hanem az is, hogy egy más megközelítéssel dolgozunk, mint például egy távol-keleti foglalkozás. Ugye jól látszik, hogy ők ott egyforma készletből egyforma dolgokat készítenek, és nagyon komoly szintre jutnak el, tehát én most nem degradálni akarom ezt a munkát. Csak egy más megközelítés. Mi azt támogatjuk, hogy a gyerekek kis csapatai, párok vagy háromfős csapatai a saját útjukat járják, és a pedagógus ebben segítsen nekik kibontakozni. Mi mindent tudunk fejleszteni a robotika kapcsán, vagy a robotikát beemelve egy projektbe az anyanyelvi kompetenciák terén? Hát az már említettem, de még fog szó esni a kifejezőkészségnek a fejlesztéséről. Lehet ezeket a robotokat használni digitális történetmesélés során, mint szereplőket, vagy mint díszleteket, és lehet szövegértési feladatokat is megoldani ezzel. A kifejezőkészség fejlesztése több téren jelenik meg. Ugye egyrészt beszéltem arról, hogy a robot tervének a meghatározása mennyire fontos, ennek a szavakba öntése, és a logikai összefüggéseknek a megfogalmazása, bocsánat. Hogy nagyon fontos a kommunikáció az együttműködés során. Ezen a képen például egy olyan fiú látszik itt háttal, aki nagyon nehezen illeszkedett be egy csoportba, és nagyon nehezen tudott kommunikálni, de a robotika alkotás során született meg az együttműködés a másik gyerekkel, és ez segített neki beilleszkedni is a csoportba. A hibakeresés során rendkívül fontos az, hogy a hibás működést tudja a gyerek pontosan verbalizálni. Tehát az, hogy kiment a körből, de mi a baja? Kiment a körből, és rá kell vezetnünk a gyermeket arra, hogy azt, amit lát hibát, meg azt, ami a hibát okozza, ezt meg tudja különböztetni, és össze tudja kapcsolni, és hogyha ezt a szintet, ami részben gondolkodási folyamat, részben kommunikációs folyamat, össze tudjuk kapcsolni, akkor ezzel tudjuk segíteni az ő önreflexióját is. És hát nagyon fontos, hogy a prezentálás során szabatos és lényegre törően fogalmazzanak, ugye nagyon sokszor a gyerekek hajlamosak arra, hogy apró részletekbe elveszve mutassák be a számukra olyan fontos művüket. A továbbiakban én néhány példát fogok bemutatni, részben olyan kollégáktól, akik itt ülnek a webináriumon, részben olyanoktól, akik most nincsenek jelen, amik mind digitális történetmesélés, mind pedig szövegfeldolgozás terén valósítottak meg. Azért írtam ide ki, hogy mindegyike a 10 hetes, egy 10 hetes program során valósult meg, hogy lehessen érzékelni, hogy nem kell ehhez nagyon-nagyon sok előismeret és nagyon hosszú előkészítő idő, hogy a gyerekek eljussanak arra a szintre, ami egy figurának
a kifejező mozdulatait, vagy érzelmének valamilyen módon, akár kis lámpácskával, vagy fejmozgással történő kifejezéséhez szükségesek. Lehet ezt úgy csinálni, hogy előkészítjük a gyerekeket egy néhány hetes bevezető robotika foglalkozás sorozattal, és aztán ezután kezdünk bele egy irodalmi témába, vagy lehet úgy is csinálni, hogy az egész tanulási folyamatot a projekt részeként közelítjük meg. Először is mutatnék egy videót, ez a megoldás, ez Bükk-Ábrányban született, közel egy évvel ezelőtt. A gyerekek egy téli mesét alkottak a szakköri foglalkozások során, kis állatkák kalandjai zajlottak a terepasztalon, látszik, ahogy az egész környezetet megépítették, és tulajdonképpen nem egy bonyolult dolog történik robotika szempontból, hiszen nyomkövetést csinálnak a robotok és villognak, de mégis az egész összeáll egy komplex dologgá. A gyerekek maguk írták a mesét ehhez a jelenethez. Itt látszik a kisfiú háttérben, aki felolvassa a bemutatón a mesét, és így kapcsolták össze a kettőt, a megépített figurákra alkották meg a történetet. A vándorrobotjaink jártak Nagy Kanizsán is, és ott az év végén jártak, úgyhogy nem a téli tájat láthatjuk, hanem már a nyári szünetre készültek a gyerekek. Itt a digitális történetmesélés megoldása az volt, hogy a szakkörön készített robotokat szintén az iskola többi tanulójának szóló bemutatón mutatták be a szakkörösök, és a bemutatón résztvevő gyerekek találtak ki történeteket. Adott volt a robot és a balatoni táj, de azt, hogy milyen kalandjai vannak a robotnak, és hol álljon meg a pályán való mozgása során, azt a bemutatóra érkező iskolatársak találták ki, és ők alkottak hozzá történetet. Mivel ezek a kockák nagyon hasonlítanak a Minecraft látványvilágára, több iskolát is megihlettek az elmúlt időszakban. Sátoraljaújhelyen egy szakkörös csoport maga talált ki Minecraft-os történetet, és ezt kötötték össze a robotok mozgásával. Ja, ez mozog is. Kicsit ki is egészítették egy ilyen golyódobálóval, tehát lehetett gazdagítani a robotikai megoldásokat is. De mindenképpen látszik egy útvonalat, ahhoz tereptárgyakat terveztek, tehát itt is egy kis történetet alkottak a gyerekek, és ezt mozgatták meg, ezt keltették életre. Most van folyamatban ez a projekt, ami szintén Minecraftra épül, és karácsonyra készülnek. Itt például ez egy olyan megoldás, ahol az egész időszakon végig húzódik, épül a projekt, és miközben a gyerekek építik a robotjaikat, meg figuráikat, a közben sajátítják el a programozási ismereteket is, tehát nem megelőzi az ismeretek elsajátítása a világépítést, hanem párhuzamosan zajlik ez. Egyébként ebben az esetben esen is tanulókkal. Az itt látható képek szintén egy-egy csapatiskolásnak a munkái. Tavaly év végén egy kihívás elé állítottuk a
partneriskoláinknak a tanulóit, húzniuk kellett témát, és itt egy hupikép, törpikés, egy minyonos és egy vuk feldolgozást láthatunk. És azt gondolom, hogy itt nagyon jól látszik az, hogy ebben a Artek kocka világban, hogy kapcsolódik igazán össze a szövegfeldolgozás és a manuális tevékenység, illetve a programozás. Tehát ahogy hagyományos körülmények között rajzolnak a gyerekek, illusztrációt készítenek, dramatizálnak, vagy báboznak, itt ezeket a tevékenységeket váltjuk ki a robotépítéssel, illetve a környezet megépítésével, hiszen van itt forrás és tó is, meg a különböző hupikék, törpikék világának a különböző elemei jelennek meg, tehát megvan az a vizuális része a szövegfeldolgozásnak, amit például rajzolással vagy makettezéssel szoktunk megoldani, és a robotoknak a mozgása, vagy például itt a minyon kezében látható egy kis lámpácska, tehát fényekkel, mozdulatokkal, sebességgel lehet érzékeltetni interakciókat, vagy érzelmeket, és ez kicsit a dramatizálás és a bábozás irányába mutat. És akkor nézzünk néhány szövegértés projektet. Turán a VUK-ot kezdték el tavaly évvégén feldolgozni. Itt láthatjuk VUK-ot, amint a mancsával kapál, és itt a sima bőrű, aki roppant fenyegetően használ a kezeivel. Aztán jártak nyáron Dunaújvárosban a robotok, és ott a Prius és Gordius jövő menők mesekönyvnek a feldolgozása zajlott a táborban. Hát itt látszanak a megalkotott macsekok, és aztán azokat keltették életre a gyerekek. Kihasználtuk a lehetőséget, hogy Skype-on összekapcsolódjunk velük, mert párhuzamosan éppen az Abakuszonnál is tábor volt, úgyhogy a két gyerekcsapatot összekötöttük, és mindenki bemutathatta, hogy ő éppen mivel foglalkozik. A Mátyásföldi Korvin gimnáziumban dolgoztak föl néhány Mátyás mesét, és ebből egy teljes színi előadást láthattunk a projektzáron, amit nagyon egyedi volt, hogy a robotokat és a hagyományos anyagokat kombinálta a csapat. Látszik, hogy palástjuk és isakjuk meg koronájuk van itt a szereplőknek, és több jelenetet is, több Mátyás mesét is fűzérbe fűztek a diákok, és megelevenítették ezeket a történeteket. Folyamatosan dolgozunk projekteknek a kidolgozásán azért, hogy azokat a pedagógusokat, akik szívesen belevágnának ebbe az útba, segítsük ötletekkel, és nyilván az akár gyerekekről van szó, akár pedagógusokról, az a leghitelesebb, amit az ember maga fölépít, de azért néhány ötletadó projekt az mindenkinek segíthet. Ez itt az Egri csillagok néhány jelenetének a robotja, itt a tűzszekér látható, katapultok,
vári dobókapitány és a katonái, a két asszony a gyerekcserével, és a száguldó török hírnök és a templom mellett imádkozó magyar katonák. Ez itt megint csak egy olyan bábszínházas típusú jelenet, mint ami az elején az oroszlánnal meg a zsiráffal volt látható, tehát ez itt lovagol ez a hírnök, csak már nem mertem több videót belerakni. Ez a kis hercegre egy példa, ami azért is nagyon érdekes, mert például nagyon, nagyon jópofán fel lehet dolgozni így a robotikával olyan történeteket, amiben valamilyen vándorlás van. És ugye a vándorlásnak állomásai vannak, különböző próbatételek, vagy a jelenfejlődésnek különböző állomásai. Tehát itt a kis herceg körbe tud menni egy pályán, és az egyes sarkalatos pontoknál meg tud állni. Itt a bárány a ládájában, a lámpagyújtogató, aminek megprogramozható, hogy egyre gyorsabban forogjon a bolygója, és közben fölle kapcsolgathassa a robot a lámpát. A visszhang és a megszelídülő róka, hogyha ahhoz, hogy a gyerekek meg tudják építeni ezeket a robotokat, ahhoz nagyon pontosan értelmezniük kell azt az adott szövegrészletet, amihez a robotot építik. Tehát például ahhoz, hogy valamilyen módon ki tudják fejezni azt, hogy a róka hogy lesz egyre szelidebb, hogy ragaszkodik egyre jobban a kis herceghöz, ahhoz nagyon pontosan el kell olvasni a szöveget, hogy minden nap egy kicsit közelebb jön, minden nap egy kicsit bátrabb lesz, és aztán ezt át kell szűrniük a saját gondolataikon és a saját érzelmeiken, és aztán tudják megalkotni a robotokat. Én azt gondolom, hogy valóban ez nagyon komolyan segíti a szöveg pontos megértését. Ami még érdekes lehet itt, hogy nagyon jól lehet differenciálni. Vannak ugye olyan gyerekek, akik könnyebben olvasnak, jó a szövegértésük, viszont kevésbé ügyesek esetleg a programozás terén. Vannak olyanok, akik remekül építenek, és diszlexiával küzdenek esetleg. Lehet azzal differenciálni, hogy hosszabb vagy rövidebb szöveget kapjon egy-egy kis csapat, hogy egy csoporton belül ki milyen szerepet kap a közös munkában. Végül is mindenkinek meg kell ismerni, és mindenkinek értelmezni kell a szöveget ahhoz, hogy az ő robotjuk elkészüljön, de lehet itt kicsit kiegyenlíteni az eltérő képességeket, illetve segítheti ez a fölzárkózást és a motivációt is. Mivel milyen tananyagfejlesztéseket végzünk, tehát egy-egy ilyen tananyag egységet úgy dolgozunk föl, hogy készítünk az egy mintaprojektet, amiben benne vannak a szövegrészletek, ahogy itt látható volt, mintarobotokat örökítünk meg videókon is, és fényképen. Ezekhez összerakási útmutatót is adunk, tehát az indulásnál mindenképpen tudnak erre támaszkodni a kollégák, és a hozzájuk való mintaprogramokat. És természetesen ezek nem kőbevésett dolgok, tehát miután ez a fantáziáját használja mindenki egy-egy szövegnek a megjelenítéséhez, ez csak egy javaslat. És hát közös fejlesztő munka van emögött, ez nem a mi kis csapatunknak az egyedüli szellemi terméke, több kollega működött közre eddig, és reméljük fog közreműködni, és reméljük még többen fognak közreműködni ebben a munkában. Mi minden iskolai partnerségben és minden együtt működésben a szakmai együttműködést keressük a kollégákkal, és ebből remek dolgok tudnak közösen születni. Összeállítottunk ehhez a fajta tevékenységhez egy eszközcsomagot, ami
ami segíti a munkát. És működtettünk egy weboldalt, ahol minden egyes általunk már közzétehetőnek ítélt mintaprojekthöz az előbb említett támogatások megvannak, tehát egyes projektrészletek a szöveggel, a robot javaslatokkal, programjavaslatokkal együtt. Van egy 30 órás akkreditált pedagógus képzésünk, ami a teljesen ismeretlentől elvezeti a kollégákat addig a tudás szintig, amivel már el tudnak kezdeni dolgozni a gyerekekkel. Tehát nem feltétele ennek a képzésnek előismeret, se a robotika, se a programozás terén. Ezen a képen is van is, aki magára fog ismerni a hallgatóim közül. Vegyesen ülnek tanítók, könyvtárosok, informatika szakosok, magyar szakosok a képzésen, és a képzés során egy javasolt felkészülő tematikát is átadunk a kollégáknak, és természetesen folyamatosan beszélgetünk módszertanról és megoldási javaslatokról. És nem véletlen van ez ide a végére, tehát együtt játszunk. Nagyon-nagyon jó hangulatban, nagyon szórakoztatóan szoktak telni ezek a képzések. Amikor vége van a képzésnek, nem engedjük el a kollégák kezét, hanem egyrészt ezzel a weboldallal, aminek artekrobot.hu a címe, majd a végén olvasható lesz, ezzel segítjük a munkát, telepítési, robotépítési és programozási segítséget is nyújtunk. A programozási segítségnek is oktató videók is rendelkezésre állnak, illetve személyes mentorálással is segítjük a munkát. Mindenkitől megismernek a képzés során a pedagógusok, aki a későbbiekben rendelkezésükre áll, mind rendszergazdai telepítési, mind pedig programozási, vagy akár projektfelépítési konzultációval is meg tudnak keresni bennünket a kollégák, és ez nem térhez kötött, hiszen valamilyen webkonferencia felületen ezt az ország bármely pontjából meg tudjuk tenni. Annak érdekében, hogy segítséget tudjunk nyújtani az iskoláknak, hogy kipróbálhassák ezt a robotika oktatás, illetve robotikával segített szövegértési programot, a General Electric támogatásának köszönhetően a tavalyi tanévben útjára tudtuk indítani a Vándorobot programunkat, amelynek során az iskolák 10 hetes programra pályázhatnak. Erre a 10 hétre a nyertes iskolák kölcsön kapnak térítésmentesen 6 darab robotkészletet, annyi érzékelővel felszerelve, amennyi szerintünk értelmesen kihasználható ebben a 10 hetes időszakban, ameddig a gyerekek el tudnak jutni ebben ez alatt a program alatt, és megfelelő mennyiségű építőanyagot is kapnak, tehát színes kockákat, amiből az előbbiekben mutatott világot fel tudják építeni. A program része a felkészítő akkreditált képzés is, erre iskolánként maximum 3 pedagógus érkezhet, és ennek a költségeit is a General Electric vállalta magára. A tanév során összesen 15 iskola vehet részt a programban, pillanatnyilag minden egyes ilyen 10 hetes időszakban 5 iskolát tudunk ilyen módon támogatni.
Bízunk benne, hogy fog bővülni ez a lehetőség, de pillanatnyilag időszakonként egy iskolát tudunk kiválasztani. A programba pályázat útján lehet bekerülni, ez nem egy nagyon bonyolult pályázat, kicsit szeretnénk megismerni az iskolát, és azt, hogy milyen célra és milyen módon szeretné felhasználni a robotokat. Azért mondom, hogy milyen módon, mert a 10 hetes program az azt jelenti, hogy mi adunk egy javaslatot, hogy szerintünk ez alatt a 10 hét alatt hova lehet eljutni a gyerekekkel, de hogy aztán ezt végül is az iskola hogyan valósítja meg, hogy építi be a helyi programjába, hogy egy szakkörös csoportot választ ki, vagy minden osztályba beviszi, és mindenki egy kicsit belekóstol, ezt az iskola pedagógusaira és vezetésére bízzuk, hogy az ő programjukba hogy illeszkedik be ez a vándorrobot program lehetőség. Az idei tanévre szóló pályázatot azt a Kódvik tiszteletére tegnap előtt, tehát 9-én tettük nyilvánossá. A beadási határideje október 26-a, és megtalálható itt a dián látható webcímen minden információ. Én biztatok arra mindenkit, hogyha kedvet kapott ennek a programnak a kipróbálásához, akkor pályázzon. Mindenkit igyekszünk támogatni, akik belefér a lehetőségeinkbe. És azok számára is, akik a nagy túljelentkezés miatt nem tudnak ebbe a vándorrobot programba bekerülni, folyamatosan keressük a lehetőséget, hogy hogyan tudnánk segíteni az munkájukat ezen a területen. És az utolsó dián az elérhetőségeink láthatók. Az abakuszon.hu-n az abakuszon mindenféle tevékenysége felelhető, az artekrobot.hu pedig kifejezetten ennek a robot készlet használatához és oktatásához nyújt segítséget. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet mindenkinek. Mi is nagyon szépen köszönjük. Külön köszönet, hogy ilyen pedagógiailag ilyen gazdag volt ez az előadás, és jól láthattuk, hogy ebben az egész történetben milyen fontos a pedagógia. Úgyhogy köszönjük szépen még egyszer.